Üdvözlöm Balogh Gyulát, a Vácszalók polgármesterét. Hamarosan indul a szezon, de ugye a koronavírus járvány kicsit derékba ketté törte az idei szezon. Mi a településen eddig a tapasztalat, és hogyan készülnek a szezon indítására? Így igaz, a mi életünket is megállította egy kicsit, hiszen turisztika nagyon fontos a Vácszalók számára, de a pályázatainkat, amelyek a turisztikával kapcsolatos beruházásokat takarják, tehát a területfejlesztési operatív program keretében még az utómunkálatok zajlanak, eszközbeszerzések, azokat tovább vittük, tehát amennyire a veszélyhelyzet engedte, ezeket próbáltuk beszerezni, illetve a többi pályázatunk, a turisztikai ügynökség által támogatott pályázatokat is visszük tovább. A strandfejlesztésnek azt a részét, ami a mentett oldalt takarja, foglalja magába. Építjük az új beléptetőrendszerünket, az új turinformiroda elkészül, a prototípus valójában itt először a Vácszalókon lesz bemutatva. Készülnek az ehhez tartozó térburkolatok, minigolfpálya, tehát ezek a munkálatok zajlanak, természetesen betartva a szabályokat. Tehát a Vácszalók úgy készül, hogyha a veszélyhelyzet feloldásra kerül, fokozott biztonsági intézkedéseket figyelembe véve, tehát a bejáratnál elhelyezünk kézfertőtlenítőket, illetve az új, teljesen megújult a szociális blokkrendszerünk, tehát új WC-k, mosdók, zuhanyzók vannak, ezekben is akkor beszerezzük a fertőtlenítőszereket, tehát hogy úgy tudjuk várni ide a vendégeket, hogy az a megfelelő szabályoknak eleget tudjon tenni. Ha a települést nézzük, akkor az emberek mennyire fegyelmezettek a jelenlegi helyzetben, és ha feloldják egy kicsit a korlátozásokat, akkor mire számítanak majd? A Vácszalókon a lakosság az teljesen betartja a szabályokat nagy mértékben, kisebb problémák adódhattak, adódnak hétvégente. Ugye a húsvéti hétvégén, illetve az azt követő hétvégén, különösen, hogyha jó idő van, a hozzánk látogatni szándékozó vendégeket azért megpróbáltuk szűrni, hiszen lezártuk a települést, tehát polgármesteri intézkedés keretén belül, illetve hát vannak nálunk nyaraló tulajdonosok, de közülük sokan olyanok is itt vannak, akik már egy hónapja itt tartózkodnak, tehát gyakorlatilag potenciálisan így nem jelentenek olyan veszélyt, hogy behozhatják esetlegesen a vírust. De vannak olyan ingatlan tulajdonosok is, akik hozzánk látogatnak, hát nekik is fölhívjuk a figyelmet arra, hogy azokat a szabályokat, amelyeket a kormány elrendelt, azokat tartsák be. Tehát egymástól 2 méter távolságban legyenek, illetve az olyan közösségi tereket, boltokat, gyógyszertárat, üzleteket, azokat úgy látogassák, ahogy az a szabályoknak megfelel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is!